Sok újdonságot hoz majd 2023 a könyvtár látogató olvasó közönség számára. Az intézmény központi épülete korábban belső átalakításon esett át, emellett külsőleg is megszépül a létesítmény. Ami a legfontosabb, hogy a Herman Otto utca 22 szám alatti központi könyvtárunknak március első napjaiban befejeződik az energetikai felújítása, amelyet az épület teljes becsomagolása, 32 kW-os napelemrendszer, ami azért az energiafogyasztásunk nagy részét függetlenül bármiféle konstrukcióváltozástól fedezni fogja, és a nyílászárók cseréje az többet jelent, mint egyszerű nyílászáró csere, hiszen nálunk több főfal lényegében ilyen faszerkezetbe applikált üvegablak volt, és hát ezeket már megette az ultraviola sugárzás. Sok nehézség adódott 2022-ben, ennek ellenére sikerült minden felmerülő problémát áthidalni. Nagyon sok tekintetben a szolgáltatásainkat csökkenteni kellett, amiért a szívem szakad meg. Ugyanakkor nagyon örülök, hogy nem 100%-osan, tehát azért a belvárosi könyvtárunk nyitva van délutánonként, 13-tól 18 óráig, tehát Győrbe tudjuk a szolgáltatást biztosítani, és hát az ínséges időszak ellenére egy két EU-s pályázat, két top pályázat rengeteg rendezvény megszervezésére adott lehetőséget, amit saját forrásból nem tudtunk volna megcsinálni. Úgyhogy ez is jó, aztán az is jó, hogy decemberben meg tudtuk még rendelni szintén egy pályázatból a könyvkölcsönző automatát, amelynek nem sokára a telepítése lesz, és első debutálása Győrbe. Egy pályázatnak köszönhetően a Petőfi 200-at méltóképpen ünnepelhetjük meg Győrben is. Nagyon jó dolog, hogy december hónapban megérkezett egy 30 milliós NKA pályázat Petőfi programokra, tehát Petőfi fesztivált fogunk Győrben szervezni, megzenésített versek, versmondás és tudományos konferencia lesz a tartalma, és egy egészen Kárpát-medencére kiterjedő volumenű rendezvény lesz. Úgyhogy ez mind jó, és hát a nyomda pedig elkészült, és most már ott van raklapokon a budapesti közbeszerzési partnerünk, nem sokára szállítják, és bemutathatjuk azt a 11 kötetből álló városrész közösségtörténeti sorozatot, amely 9 városrészt mutat be 11 kötetben győri szerzőkkel. Az igazgató azt is elmondta, hogy tavaly új helyszínen sikeresen rendezték meg a győri könyvszalont, amely középpontjában ezúttal nem a könyveladás, hanem az irodalom állt.